B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Mit tehetünk a Covid ellen? Erről beszélgetünk egy receptverseny apropóján, aminek címe fermentált ételekkel a hosszú életért. Már is mondom, hogy kikkel beszélgetek erről a témáról. Paor Lilla, a Hatos csatorna főszerkesztője ül velem szemben, mellette Kis Balázs Attila, a Jobb Világért Mozgalom alapítója. Skype-on egészen biztos vagyok benne, hogy velünk van Halmi Eszter, dr. Halmi Eszter, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnöke. Eszter, itt vagy? Igen, szervusztok, üdvözlöm a nézőket. Örülök neki. És telefonon be fogjuk még kapcsolni dr. Csicsor János vegyészmérnököt. Na most, ami bennünk közös, hogy mindnyájan a zsűri tagjai vagyunk. És akkor nyilván Lilla is, de hát te ugye a média támogatónk is. Na most Attila, téged kérdezlek először, hogy mi volt az, amiért te úgy gondoltad, hogy neked ehhez érdemes csatlakozni? Ez egy elég jó kérdés, mert amikor először föltetted ezt a kérdést számomra, akkor én is kerestem magamat benne, hogy hol lenne a legjobb kapcsolódási rész, de hát nem kell túl sokat gondolkodni rajta, egyértelmű volt számomra, hogyha valamiben én is jobbá szeretném tenni a világot, az első lépések között ugyanúgy szerepel az emberi táplálkozás, de hogyha jól érezzük magunkat a bőrünkbe, megfelelően táplálkozunk, és úgy étkezünk, ahogy kell, akkor tudunk igazából hatással lenni a világunkra, és cselekedni, és cselekvőkészeknek lenni. Na most azt azért elárulom, hát ti értelemszerűen tudjátok, de a nézőink talán nem, hogy ez egy teljesen speciális receptverseny, ami voltaképpen a pandémia következtében jött létre, és azért találtuk ki, mert hogy tudjuk vele az immunrendszerünket ezekben a vészterhes időkben erősíteni. Lilla, téged mi motivált, amikor felkértelek, hogy legyél ott azok között, akik ezt az egészet elindítják? Tulajdonképpen minden az, ami az embereknek a tájékoztatása, az nagyon fontos. És az a fajta tájékoztatás, amiben nem csak fölkapott üres lózungokat mondunk, és valahol ezt olvastam, és akkor biztos, hogy is kijelentem, hogy fú, hát akkor ez fogja megváltani a világot. Tehát az internet világa annyira sokrétű, és annyira felszínes, és annyira mély tud lenni, de az emberek nem nagyon tudnak eligazodni benne, hogy kinek higgyenek, kinek nem. Ez pontosan olyan, mint a pártpolitikában, hogy egyik csatornát nézem, akkor azt mondja, hogy de igaza van, másikat, hú, ennek is igaza van, és akkor most hol van közte az igazság. Ez egy nagyon szélsőséges példa volt, remélem nem orrolnak megérte a kedves nézők, de tulajdonképpen így vagyunk. A Covid-hoz jelen pillanatban minden hét kiért, ugyanúgy, mint ahogy a focihoz is. Természetesen... És senki, tegyük hozzá. Ja, mindenki, igen, és senki, igen, mert igazándiból még a szakemberek tehát, sem. De mindenki azt gondolja, hogy ő meg tudja váltani a világot, ő tudja. Az egyik felesküszik arra, hogy nem oltatja magát, a másik felesküszik arra, hogy oltatja magát. Van, akit már hallottam olyat, nem Magyarországon, hogy saját maga jó szántából a hatodik oltásánál tart, tehát nem azért, mert eltévesztették, de azt mondja, ő ahogy lejár az idő, megy, mert úgy szeretné megvédeni a családját. Tehát annyira széles a skála az információk tömegében, és ebből olyan nehéz kibogozni azt, hogy mi hasznos, mi nem hasznos, mi az érték, mi az, amit el kell felejteni, hogy ezért gondoltam, hogyha van egy ilyen lehetőség, amiben azt gondolom, hogy olyan szakértők vesznek részt, mert én ebben abszolút nem vagyok szakértő, tehát ez hát hozzá te egy média szakértő vagy, te egy másik területen vagy szakértő. Én is mindenhez is értek. A mindenhez is, igen. Igen, de annyira nem vagyok benne szakértő, hogyha a szakértők segítségével egy picit tudunk segíteni az embereknek az eligazodásba, akkor már megérte, hogy a hatos csatorna ide állt, vagy odaállt emellé a kezdeményezés mellé. Ha már szóba hoztad a beoltassam magam, ne oltassam be, akkor azért ejtsünk néhány mondatot arról, hogy ugye ha a Covidról beszélgetünk, akkor minthogy minden éremnek ennek is két oldala van, mármint hogy hogyan védekezhetünk ellene. És az egyik oldala mindenféleképpen ezek a bizonyos társadalmi szabályok és társadalmi elvárások, amiket illik megtennünk, tehát hogy maszkot viselünk, hogy távolságot tartunk, hogy beoltatjuk magunkat. Ti ehhez hogyan viszonyultok, Eszter? Természetesen minden
előírást szerű betartani, hiszen magunkért is, és a közösségért is meg kell tegyük. Az elmúlt most már 2 év rámutatott arra, hogy mennyire szükség van arra, hogy együttműködjünk. Tulajdonképpen a társaságunk szempontjából nagyon érdekes, és nagyon sok új eredményt hozott ez a pandémiás időszak, hiszen már megelőzően is rávilágítottunk számtalanszor arra, hogy az elhízás mint önmagában is egy járvány, egy betegség, és kiemeltebb foglalkozást igényel a kérdés, de a pandémia viszont teljesen egyértelművé tette. Úgyhogy mi kezdetektől már a nemzetközi első adatok alapján fölhívtuk a figyelmet arra, hogy az elhízás különösen veszélyeztető tényező, az elhízottak részére különös és fokozott figyelmet kell fordítsunk, úgy az oltások tekintetében, az oltások priorizálásában az esetükben. Eszter, ne haragudj, hogy közbevágok. A statisztika is igazolja, amit mond, azt tudnélik, hogy az elhízottak azok a veszélyeztetettebb, vagy az inkább veszélyeztetettebb csoporthoz tartoznak? Sajnálatos módon tökéletesen igazolja, tehát nem csak az idős és krónikus betegek, hanem az elhízottak kiemelt veszélyben vannak, mind a megfertőződés, mind pedig a betegség kialakulásakor a betegség súlyossági fokát illetően is. Sajnálatos módon a halálozás is nagyobb körükben, erre 164 ország adata áll már rendelkezésre. Akkor én most csak azért, hogy egy kicsit még itt túráztassalak titeket, fel fogok olvasni egy részletet egy interjúból, ami egyébként a Lélekemelő, ez a Pszichiáterek lapjában szerepel, és Letoha Tamás kutatóorvossal, aki mellesleg egy szegedi doktor volt, az évorvosa, az év példaképe, nemzetközi kutatócsoportok tagja például, van egy Osterhaus nevű holland ember, aki a 2000-es években izolálta a koronavírusnak. Tamás benne van az ő kutatócsoportjában is. Csak azért mondtam el, hogy valamit ért ezekhez a dolgokhoz. És amikor én a prognózist kérdeztem tőle, hogy hát, mert ugye mindannyiunkat érdekel, hogy és most akkor mi lesz? Mikor jövünk ki ebből? Mikor lesz vége? Mert ha tudjuk, hogy mire számítsunk, akkor azt is jobban megtaláljuk, hogy hogyan próbáljunk megvédekezni ellene. És akkor én olvasom az ő válaszát, hogy mit mondott. Hadd hívjam fel a figyelmet Luc Montagné francia virológusra, aki 2008-ban orvostudományi Nobel-díjat kapott az AIDS kórokozója HIV vírus felfedezéséért. Ő azt mondja, hogy a koronavírus ipari baleset terméke, hogy genetikailag manipulálták, és az AIDS-et okozó HIV vírus szekvenciát tartalmazza. Az oltás hordozójaként, vektoraként egy koronavírust használhattak, és ennek RNS-ébe iktatták be a HIV vírus szekvenciáját. Egyébként, ezt most nem olvasom fel, mert hosszú lenne, ez is elég szörnyű, amit hallottunk, ebből egyértelműen kiderült tehát, hogy egy vírust megmanipuláltunk, hát most ugye mi emberek, aminek az lett a következménye, hogy van benne egy olyan génszekvencia, ami abszolút mesterséges, és arról szólnak a következő mondatok, hogy ő addig fog mutálódni, hogy most így megszemélyesítsem, amíg ki nem tudja lökni azt, amit az emberi kéz belerakott. És ugye látjuk, hogy már az omikronnál tartunk, tehát lassan az egész görög ABC kevés lesz, és ő mindaddig mutálódik, amíg ki nem löki belőle. Ez mondjuk egy elég szörnyű prognózis. Tényleg az emberi ilyen után elég nehezen szólal meg, és tulajdonképpen most azért jó, hogy említetted, hogy ki az, aki ezt nyilatkozta, mert megint csak az internetre hivatkozok. Nap mint nap megdönthetetlenek látszó orvosok mondanak állításokat. Legutóbb egy orvos, nem tudom, hogy az-e, tehát mert bárki lehet, tehát akiről nem tudjuk, hogy csak megjelenik valaki, és azt mondja, hogy én benne voltam abban a kutatócsoportban, és az is olyan dolgokat állított, hogy abszolút elbizonytalanítja az embereket. Egy biztos jelen itt most pillanatban... Itt most szabad ne felejtsd el, a hivatkozás a lényeg, mert ő a Nobel-díjas francia. Igen, tehát azért mondom, hogy nagyon... Tehát nem azt mondja, hogy én azt mondom, gyerekek, hogy ez így van, igen. Hanem hogy de ő azt mondja. Világos, csak ugye vagyunk egy nagyon furcsa szituációban, együtt élünk évek óta
ezzel a vírussal. Hát 2019 vége óta, igen, most már ez a harmadik. Küzdünk a magunk módján. Azt tudjuk, hogy ez itt van, tehát ezt nem tudom, hogy ki és miért tagadja, mert egyszerűen itt van, tehát körülöttünk van. Én nekem annyi volt a veszteségem az elmúlt időszakban, hogy azt el nem lehet mondani, és láttam csodálatos gyógyulásokat, és nagyon, nagyon szép gyógyulásokat lélegeztetőgépről. Elképesztő, mik tesznek meg az orvosok, és ahogy az elején mondtad, mindenki tanulja ezt az új betegséget. Gyakorlatilag amit biztosan tudunk, hogy lehet, hogy vannak az oltásnak mellékhatásai, de az százezrelékesen jelentkezik egy-egy embernél valamilyen tünet kapcsán, mint ahogyan az oltatlanok járnak a betegség kapcsán, és arról, bocsánat, én kénytelen vagyok beszélni, hogy az oltatlanok a saját egészségük miatt azt mondják, hogy én nem oltatom be magukat. Hol van a környezetükre gyakorolt hatásuk? Hol van az, hogy kiesik egy munkavállaló egy hivatalból, hogy azt annak pótolni kell, hogy heteken keresztül az emberek duplán dolgoznak helyette, a helyettesítése. És ez csak egy példa az összes egyéb társadalmi következményből. Tehát én azt gondolom, igenis oltáspárti vagyok, igenis azt gondolom, hogy amit az orvosok elénk tesznek, az azért teszik elénk, mert jót akarnak nekünk, nem akarnak ártani, hiszen az orvosi eskük azok arról szólnak, de nekünk saját felelősségünk, hogy még mit teszünk az oltáson kívül azért, hogy egészségesek maradjunk. Na, ezt fogjuk mindjárt elmondani, de még van egy megjegyzésem ahhoz, amit mondtál, hogy tudnélik, én nyilván megvan a véleményem, de én most nem akarok beleállni ebbe az oltástagadó, vírustagadó történetbe. Én csak azt mondom, hogy ha nekem lehetőségem lenne, akkor mint hogy nagyon sok ország teszi. Én nagyon sok tévéstábot felbíztatnék és engedélyt adnék rá, mint tárca, hogy nyilván meghatározott körülmények között menjen el, forgasson a Covid osztályon. És mutassuk meg az embereknek, hogy nézzétek meg, hogy ott mi történik. Nézzétek meg, amit mondtál, hogy ott fekszenek a lélegeztető készüléken. Nézzétek meg, hogy reggeltől estig non-stop 0-24-ben jajgatnak. Nézzétek meg, hogy beviszik, és 3 nap múlva egy 60 pluszos nő sztrókot kap a Covid osztályon, és ettől kezdve csak arra képes elnézést, de a történet erről szól, hogy belenyúl a pelenkájába, és a székletét folyamatosan keni magára, az ágyára és a szomszédjára. Tehát én azt gondolom, hogy az ember a saját szemének csak hisz. Tehát, hogy ezeket meg kell nézni, és akkor utána ezekből a helyzetekből le kell vonni a következtetéseket, hogy nekem mi a dolgom ezzel az egész történettel. Attila? Én ahogy beszélgettünk előtte is, értelemszerűen nekem mindig is az van, hogy én az életemet úgy élem már nagyon régóta, és ahogy meg is ismertél, hogy én semmiféle negatív kommunikációt nem rakok be az életembe, és nem szeretek róla. Tudom, hogy történnek ilyen dolgok, igen. És nekem sokan mondják azt, hogy már nagyon sokan említették azt, hogy éri a szürke világba, vagy a rózsaszín ködbe, de én hiszem azt, hogy ebben élve ezt mutathat. Hát te se rózsaszín ködben élsz, mert a te életed is, neked is lehetnek kudarcaid, meg lejtmeneteid. Hát olyan ember nincs, akinek ne lenne. Dolog. Ugyanúgy voltak változások és negatív irányban, de én sose kommunikálom azt, hogy mi volt a rossz, vagy milyen rossz várható, hanem én hiszem azt, és abban élek, és így élem a környezetembe és az életemet, hogy mindig a jót sugárzom ki, mindenből a jót próbálom kikommunikálni, mert nekem is pontosan láttam és tapasztaltam, amire helyeztem a figyelmet, vagy amin gondolkodtam, azt folyamatosan felerősítettem, ezért választottam azt a részét, hogy mindig a pozitív dolgokra, és mindig mindenből a jót próbálom kihozni, mert azt azzal próbálom a gondolatommal azt erősíteni, és azt jobbá és jobbá tenni, és így tudok tényleg egy jobb világot létrehozni, és azt kiemelni az embereknél, hogy hogyan figyeljenek a mindennapjaikra, hogyan éljék az életüket ahhoz, hogy egészségesebbek legyenek, hogyan éljék úgy az életüket, hogy másoknak segítenek, ezáltal nekik mennyivel jobb lesz a napjuk, vagy mindennapjuk, vagy az életük, mert a legtöbb ember egyelőre tapasztalatom alapján úgy gondolja, hogy magamnak próbáljak meg segíteni, én próbáljak boldogulni, és én nemrég egy képzés alatt jöttem rá, és így világosodtam meg. Hogy mint Buddha. Így van, hogy mit is jelent valójában az, hogy van egy mondás is, ami Martin Luther Kingnek a könyvében volt,
hogy most nem tudom, hogy pontosan jól idézem-e vagy sem. Elég a tartalmi. De igen, hogy én nem lehetek az az ember, akinek lennem kell, ameddig te nem vagy az az ember, akinek lenned kéne, és te nem lehetsz az az ember, akinek lenned kéne, ameddig én nem vagyok az az ember, akinek lennem kéne. És ez egy óriási megvilágosodást adott számomra, hogy a szó pozitív értelemben használni kell egymást, mert hogyha te neked segítek, igen, hogy elérd a céljaidat, és lehet, hogy ugyanaz a célod, mint nekem, de lehet, hogy teljesen más. És segítek egy másik embernek, ezt csak azt fogom észrevenni, hogy 40, 50, 60, 100 ember dolgozik azon, vagy próbálkozik, hogy nekem jobb legyen az életem, és elérjem a céljaimat. Tehát ő is segít neked. Mert mindenki, igen, egy közösségben, hogyha azért tevékenykedik, és azt nézi, hogy hogy lehet jobb, és hogyan tudunk egymásnak segíteni, akkor egyszerűen azt fogjuk észrevenni, hogy aki negatív hozzá, vagy gondolatokat táplál, ő egyszerűen csak kihullik a társaságból. Aki pozitív, az meg segítek neki, hogy elérje a célját, és ő segít nekem, hogy én is elérjem a célomat. Annyira szeretnék hozzászólni, mert köszönöm ezeket a gondolatokat. Amikor mi a tévét létrehoztuk 2011-ben, akkor egyetlen egy cél volt, hogy minden műsornak legyen legalább egy olyan gondolat, amitől az emberek jobban érzik magukat. És ebből azóta se adtunk le. Tehát lehet, hogy vannak viták, vagy vannak, de mindegyikből vigyen valami pozitívot valaki haza, hogy legyen egy csatorna, ahol tudja, hogy a műsor végére valami jót fog kapni. És tulajdonképpen mi ezt így nem mondjuk ki, de egyébként tényleg ez van, hogy hát mennyivel könnyebb segíteni egymásnak két jó mondattal, egy öleléssel, egy mosollyal, ugye két ember között a mosoly a legrövidebb út, mint hogy arra energiáinkat arra pazarjuk, hogy szúrjunk hogy ki én a gyűlöllek, másikkal, utállak, haragszom rád, meg igen. Ó, édes Istenem, hát nekem hogyha... Nekem ez egy nagyon nagy vágyam és célom, hogy akár egy rádióba, vagy egy tévéműsorba legyen egy olyan műsorunk, amiben csak a pozitív dolgok, mert annyi jó dolog történik a világban, igen, de annyi jó dolog, és nem csak a világban, hanem Magyarországon is, hogy miért nem lehet arról példát mutatni az embereknek, hogy abból szerezzenek energiát, és gondolják azt, hogy basszus, hát ez milyen egyszerű, hát mondjuk én mikor fogom magam, és fogok 30 szár rózsát, és elindulok az utcán, és minden hölgynek, aki szembe jön, adok egy szálat, és így mindig, hogy... Miért nem hoztál, Attila? Bocsáss meg, következően igyekszem. És hogy az első reakciók mindig az, amit át kell ütni náluk, hogy igen, nem veszek semmit, vagy nem kérek semmit, és akkor mikor már úgy kommunikálok, hogy hagyjak egy virágot csak úgy, mert igen, hogy nem csak nőnapon lehet adni, és így az emberek ugye azt gondolják, hogy basszus, de csodálatos. Na drágáim, most fogok visszakanyarodni a témánkhoz, mert nagyon jól elbeszélgetünk. Szóval, ugye Lilla az imént már említetted, hogy nekünk is megvan ebben a helyzetben, tehát van egy társadalmi felelősség, és van az egyéni. És ugye van egy Spector nevű amerikai professzor, nem fedezte fel a spanyol viasz, de végül is ugyanezt mondja, hogy tudnélik a COVID esetében is nekem az a dolgom, hogy én az immunstátuszomat úgy megerősítsem, hogy amikor jön, és az oltás volt az érem egyik oldala, meg ezek a különböző társadalmi szabályok, hogyha jön a COVID, akkor az én immunrendszerem azt mondja, hogy szevasz kis pajtás, és ne feküdjön le neki. És akkor most nézzük azt, és ugye itt kapcsolódik majd be a mi receptversenyünk ebbe a történetbe, hogy melyek azok a momentumok, amikkel képesek vagyunk az immunrendszerünket erősíteni. És akkor én sorolok gyorsan négyet, amiket gondolom, hogy még ki fogunk beszélni, és akkor majd utána kezdjük az egyikkel. Tehát szándékosan azzal kezdem, amit nem elsőként szeretnék említeni, a mozgás, amit ugye pontosan tudunk, hogy miért fontos, a mentális egészség, tehát itt az ima és a meditáció, és ez kihagyhatatlan, az étrend kiegészítők, vitaminok, ezekről is pontosan most a covidos időkben pontosan tudjuk, hogy milyen fontosak, és akkor tegyük első helyre a táplálkozást. És azért teszem a táplálkozást első helyre, mert ma már pontosan tudjuk, hiszen van egy új tudományág, ami a B-flórával, a mikrobiommal foglalkozik. Az amerikaiak egészen pontosan, sokat foglalkoztam vele, 2008 óta kutatják a Humán Mikrobiom projektet, tehát ilyen 13-14 éves tudomány, és ők ma már odáig jutottak, hogy tulajdonképpen a vastagbelünkben található mikrobiom egy külön szerv, és hogy az összes betegségünket és mindent ez okoz, és hogyan tudjuk a baktérium tömegünket, ezt a bizonyos 2 kilós mikrobiomot befolyásolni, elsősorban a táplálkozással. Eszter, te mint olyan ember, aki hivatalból foglalkozol
azzal, hogy mit tegyünk, hogy mennyire vagyunk egészségesek, hogy diétázunk, hogy fogyókúrázunk, hogy mit csináljunk. Hogyan vélekedsz azokról a táplálkozási szokásokról, amiket most nekünk a COVID idején elsősorban be kellene vezetnünk, vagy használnunk kellene? Azt nagyon jó tudjuk, hogy a COVID időszak alatt mennyire romlott a táplálkozási magatartás Magyarországon is, és nemzetközi adatok is mutatják. Tehát sajnálatos módon az eddig is amúgy is rossz állapotot még sikerült tovább rontani, és pontosan ezért nagyon nagy figyelmet kell arra szenteljünk, és tudatosan kell hozzájunk ahhoz, hogy hogyan táplálkozunk. Mindennel gyakorlatilag összefügg, én az elhízás szempontjából foglalkozom kiemelten a táplálkozással, a mozgással, az életmód többi elemével, amelyeket említettél, akár a tápláléki egészítők fogyasztásával és egyebek. Ezekre mind-mind önmagunknak figyelnünk kell. Ha valamit tehetünk az egészségünkért, akkor az életmód tényezők azok, amelyekben változtatni tudunk. Még annyi minden elhangzott már a beszélgetésben, és nagyon sajnálom, hogy nem vagyok ott jelen. Mert mi sajnáljuk. Izgalmasabb volna lényegesen, de azért azt mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy nagyon fontos, hogy akár a COVID-dal kapcsolatban, akár az életmódváltoztatás különböző elemeivel kapcsolatban a hiteles forrásokra támaszkodjunk. Tehát az, hogy innen kapunk egy hírt, onnan kapunk egy hírt, laikusként nem tudunk eligazodni. Mi magunk is, ahogy itt már elmondtátok, sok mindent még nem ismerünk. Viszont bíznunk kell egyrészt a házi orvosainkban, másrészt pedig az ország szakértőiben, mert az első és idézett COVID-dal kapcsolatos anyagot nem ismerem, de például most jelent meg frissen a Magyar Tudományban a Genetikai és Immunológiai Intézet munkatársai nagyon jó közlése a COVID-ról Falus András vezetésével, és hát nagyon szépen mindazt, amit már biztonsággal tudunk erről a vírusról, ott leírásra kerül. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy higgyünk, hogy ne bizonytalanodjunk el, mert az említett mentális egészség, amit már Lilla is szóba hozott, a mentális egészségünkért, amit szintén a pandémia alatt őriznünk kell, fontos az, hogy legyenek kapaszkodóink, hogy bízzunk, hogy higgyünk. Most visszatérve a táplálkozásra, tehát különböző adatok azt mutatják, hogy nőtt a snack fogyasztás. Abszolút. Bocsáss meg, Eszter, félre hallottam, és úgy hallottam, hogy nőtt a szex. Mondom, azt a... Mondom, nagyon jó, hogy egy ilyen táplálkozás szakember ilyenekről is beszél. Ilyen statisztikát igen. Na, hallgatunk, csak... Tobiról megoszlanak az adatok, mert a bezártság így is hatott, és úgy. De visszatérve a táplálkozási magatartási szokások igencsak romlottak, legalább 20-30%-ában a lakosságnál, és például angol és hazai adatok szerint is nagyobb arányban lettek túlsúlyosak az emberek, mint egy 35%-nak nőtt a testsúlya, és ennél kevesebb arányban voltak azok, jóval kevesebb arányban, akiknek sikerült módosítani. Tehát akik egészségtudatosabbak voltak, ebben a szakaszban akár kedvezőbben is tudták formálni az életmódjukat, és ez a testsúlyukban is kedvezően látszott meg, de mások esetében, és ez a nagyobbik arány, ott viszont jelentős testsúlytöblet alakult ki a pandémia alatt, tehát még rosszabb helyzetbe kerültünk. Mondd, Lilla. A snack miatt, mert aztán ez nem hangzott el, hogy a snack miatt, tehát ezeket a kis izéket, amik teli vannak tartósítószerrel, ráadásul, és gondolom, hogy pont erre célzott. Hát ezek a chipsek tulajdonképpen. Igen. Hát ülnek az emberek, igen. Nézik a tévét, és vagy a számítógépet, és egy húzamba eszik igen. ezeket, igen. vagy édességet igen. esznek, igen. Mert valami pótcselekvéssel ki akarják egészíteni az életüket, és ez... Nagyon-nagyon veszélyes. Egyébként erről is olyan jó lenne, hogyha, és akkor mindjárt doktorné még lehet, hogy be is tud kapcsolódni az én kérdésembe, hogy tulajdonképpen amikor ott azt a sok E-t látjuk,
hogy az valóban annyira káros-e, és hogy a tartós élelmiszerek, mert az emberek bevásároltak tartós élelmiszerből, és hogyha már erről beszélünk, hogy táplálkozás, akkor a tartós élelmiszerek bevásárlása, a sok tartósítószer, az nem káros-e ilyen szempontból az immunrendszerünkre? Én biztos vagyok benne, aztán majd Eszter elmondja, hogy mit gondol erről, hogy igen. Tehát ha te gyakorlatilag tartós élelmiszereken élsz, az tuti, hogy nem egészséges, és éppen ezért jó a fermentálás, amit mi ebben a receptversenyben kiírtunk, mert hogy ha én ezt más szóval mondom, akkor ez egy tartósítás, és mindenféle tartósítószer nélkül. Tehát azért, amihez a mi nagymamáink, dédmamáink értettek, ez a bizonyos gyógyítókonyha, az egy fantasztikus dolog. És hogyha valaki otthon üldögél, akkor ahogy mondod, Léla, ahelyett, hogy dobálja be a snackeket meg az édességeket, tessék egy kicsit fermentálni. Eszter, hozzád szólt a kérdés, csak én belekotnyeleskedtem. Igen, az e-számokat illetően, hát önállóan mindegyik nemzetközi hatóság által be van vizsgálva. Ez eddig rendben van. Viszont a másik oldala a dolognak az, hogy sajnálatos módon egyre többszörösen feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, és ez nagyon káros. Friss termékeket nem fogyasztunk. A pandémia ebben is rontotta a helyzetet, mert mindenki igyekszik kevesebbszer elmenni vásárolni, nagyobb mennyiséget bevásárolni, és még több készterméket otthon raktározni. Na most ezzel szemben az egészségünkért azt kellene megtegyük, hogy minél több friss és frissen elkészített ételt fogyasszunk. A másik dolog pedig az, amit felvetettél, hogy hát a újabban az édes ízek azok, amelyek vonzóak. Rászokott a társadalom. Ha visszatudtok emlékezni, mint egy 20 évvel ezelőtt még azt mondta az, aki az Amerikai Egyesült Államokba elment, hogy ehetetlen az ételük, mert rettenetesen édes. Szinte már csak azt az ízt preferálták. És nálunk is ez az eltolódás, ez alatt a 20 év alatt szép lassan kialakult, és ilyen formán a savanyú ízeket már melyik gyermek szereti? Közben éppen, hogy a megfelelő emésztését, azt, hogy, hogy ne legyen problémája például a tej emésztésével, ahhoz a savanyú ételeket is kell fogyasztani. Mivel kellene kezdenie a csecsemőnek, a reszelt almával, mikor kezd a mai gyermek azzal a szoptatást követően, és sorolhatnám, tehát újra vissza kell építenünk mindazokat, a forrásokat az étkezésünkbe, amelyeket elfelejtettünk sajnálatos módon. Na most akkor én gyorsan mondok nektek egy példát, miután jött az édes íz, hogy például van, és közben figyelem a lámpát, mert nagyon jó lenne, ha Mácsics Óri János itt lenne velünk, mert hogy ezekben a kérdésekben ő nagyon-nagyon jókat tud mondani, ezt már tapasztaltam, hogy létezik Dániában egy étterem, az a neve, hogy Noma. Ez három Michelin csillagos koppenhágai étterem. Na most, aki a vendéglátást ismeri, az tudja, hogy már kettő is nagy durranás. Hát még, hogy egy étteremnek három legyen, de ez az étterem, van egy séfje, akinek elfelejtettem a nevét, fermentációs laboratóriummal működik, és ők semmi más nem szolgálnak fel, csak amiket Eszter mondott, a savanyú, tehát édes íz az aztán messzire nincsen, csak fermentált ételeket. Tehát a tengeri haltól a hénárig, az algáig, a húsig, a zöldségig, a gyümölcsig, mindent az ég ott a világon fermentálnak, és ezzel tudtak ilyen világhírt elérni. És ez azért nagyszerű, mert egyrészt szembe mennek ezzel a trenddel, amiről most mi beszéltünk, ezzel a rossz trenddel, másrészt pedig azt a gyógyító konyhát hozzák ők ott egy északi országban föl vagy vissza, ami ugye nekünk is a dolgunk lenne, mert azért azt még gyorsan tegyük hozzá, hogy ez a bizonyos mikrobiom, amiről én beszélek ilyen nagy hívvel, meg lendülettel, ez a 2 kiló, ami itt van nekünk a vastagbelünkben, ez tulajdonképpen a mi immunrendszerünknek az otthona, hiszen az immunrendszerünk 80-90%-a itt lakik. És ha én olyan ételeket adok az itt élő baktériumoknak, amitől ők egészségesek lesznek, és a felborult egyensúlyt, mert ugye minden betegségnek az alapja az, hogy a jó és a rossz baktériumok egyensúlya felborul, ha ezt ők jó irányba tudják vinni,
akkor én egészséges maradok. Tehát ezért olyan nagyon fontos ez a fermentálós történet, amit most mi itt elindítottunk. Az előbb azt mondtad, hogy ez az étterem, ez a húsféléket, a halféléket is fermentálja. Igen. Na most én nekem ugye a kis csökkent konyhai tudásomban a fermentálás az a savanyítás jelenti. A friss zöldségeknek a savanyítása. És most egy hirtelen... Ne haragudj, drága Lila, nem feltétlenül, mert a sajtokat is fermentáljuk, a sört is fermentáljuk, tehát másfajta ízeket is, a sajt sem savanyú, a sör sem savanyú. Tehát de nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet elkészíteni, és lehet, hogy erre lesz nagyon jó majd a verseny, hogy például egy húst... Haló? Igazad van, Eszter, ha magyarul akarom mondani, akkor erjesztés és nem savanyítás. És ha valamit erjesztek, abból ugye többféle ízkombináció lehet. Hát ettől függetlenül nagyon nehezen tudom elképzelni, tehát azért mondom, hogy várom a recepteket majd, hogy mik lesznek, mert hihetetlenül érdekes lehet, hogy egy ilyen étrend szerint étkezzen valaki. És arra is kíváncsi lennék egyébként, hogy mik azok az ételek, amiket megveszünk, és aztán erjeszteni lehet. Tehát, hogy ezeknek milyen boltból kell származnia. Hát nyilvánvaló, hogy kivétel nélkül mindenki utána néztem, mert azért a spanyol viaszt nem mi fedeztük fel, Magyarországon már léteznek fermentáló műhelyek. Tehát vannak vidéken, Zalába, Somogyba különböző, azért néhányan már megkerestek engem, és kommunikálunk egymással. Emberek, akik főképpen lányok, asszonyok, akik arra teszik az életüket, hogy ők fermentáló műhelyeket működtetnek, és a környezetüket tanítják, hogy ezt hogy kell csinálni. És kivétel nélkül mindegyik azt mondja, hogy a bio, az otthon, a kis kertben termesztett zöldség, amelyik nincsen tele mindenféle adalékanyagokkal, mert akkor sajnos nincsen túl sok értelme az egésznek, hogyha én a vegyszeres, növényvédőszeres cuccot kezdem el fermentálni. Kaptam egy jelet úgy, hogy egészen biztosan tudom, hogy itt van velünk Csicsor János vegyészmérnök. Szervusz János, tényleg itt vagy? Igen, itt vagyok. Na. Köszönöm, nézőket! Örülünk neked, mert akkor mi már itt belecsaptunk ebbe a fermentálás történetbe, amiről én úgy tudom, hogy a te egyik kedvenc vesszőparipád. Miért tartod ezt fontosnak? Igen, hát ez összefügg ugye a vérflóra, a mikrobiom, az autoimmun betegségek, a szivárgóvíz szindróma, tehát ez mind oké és okozati összefüggésben vannak egymással. Tehát az elmúlt évtizedekben olyan mértékben károsodott az embereknek a hasznos bélflórája, és ebből olyan sok probléma keletkezett, hogy ezzel egyszerűen muszáj foglalkozni. És az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy helyreállítsuk a hasznos bélflórákat, az a fermentált, élőflórás, fermentált élelmiszerek előállítása, fogyasztása. De nem csak ugye a savanyú káposztára kell gondolni, meg a kovászos uborkára, sokkal-sokkal több lehetőség van ebbe. Na, mondjál még ebből a sokkal-sokkal több lehetőségből, mert ugye mielőtt téged bekapcsoltunk, éppen arról beszélgettünk, hogy hát akkor a fermentálásra a savanyú ízvilága jellemző, de hát nem csak, ugye? Hát nem csak, hát ugye maga a fermentálás során ezt alapvetően tejsavas erjesztésnek is hívják, savanyításnak is hívják, fermentálásnak, tehát ez több neve van, ez mind ugyanazt jelenti, hogy gyakorlatilag teljesen baktériumok megemésztik azokat a zöldség, gyümölcs, még húsféléket is, amik bekerülnek. Ez nagyon hasonlít ahhoz, ami a vén rendszerünkben történik, hiszen ott is főleg a laktobacillusok, ezek a bifidobaktériumok végzik az emésztés, a táplálék lebontás nagy részét, és termelnek olyan anyagokat, enzimeket, vitaminokat, hormonokat, az immunrendszer védekező molekuláit, amikre nekünk alapvetően szükségünk van. Tehát a fermentálás során tejsav keletkezik, elsősorban cukorból, ezért savanyú, mert a tejsavtól savanyú, és ugye itt jó azért eloszlatni félreértés, hogy az ecetes uborka, meg a kovászos uborka között fényévű távolság van.
Tehát, mennyivel jobb a kovászos uborka? Most nem csak a zamata, hanem az élettani működése alapján. Hát egyrészt, ha megnézzük mondjuk élelmiszer érték szempontjából, és megvizsgálnánk a tápérték táblázatát a zuborkának, meg a kovászos uborkának, akkor azt látnánk, hogy az uborkában vannak cukrok, és a fermentátban, tehát a kovászos uborkában pedig már nincsen szénhidrát, lebomlott a szénhidrát, egy csomó enzim, egy csomó vitamin keletkezett. Tehát egy csomó jó dolog keletkezett, és még élő flóra is van benne, ami meg a bélflórát segíti. Az ecetes uborkában, mert mondom, csak uborka van, abban nincsen élő rendszer, élő baktérium, meg ott van még az ecet, az attól savanyú. Miért fontos? Bocsánat. A teljesattól savanyú. Figyelj, miért fontos, hogy a bélflóránkat karban tartsuk, hogy a bélflóránkat mondjuk a fermentálással erősítsük, ugye most a pandémia idején. Igen. Is. A bélflóra, aminek a nagy része a vastagbélbe él, és nagyon sok reklámba halljuk, hogy az immunrendszer központja a vastagbélbe van, ez azt jelenti, hogy ott élnek azok a hasznos baktériumok, amik a lebontott tápanyagból, mert hiszen a tápanyag lebontása, meg felszívódása nagyrészt azért a vékony nyélben történik, tehát a vastagbélben már felépülés történik elsősorban, tehát egy vegyi gyárként tudnám én ezt így elképzelni, ahol az ott élő baktériumok a tápanyagból előállítanak enzimeket, hormonokat, vagy a hormonok előmolekuláit, vitaminokat, a vitaminok nagy részét a bélflóra gyártja, illetve az immunrendszer védekező molekuláit, ami az immunrendszer, amiből felépül. És magyarul, és akkor még karban tartják a bélnyálka hártyát, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez egy nagyon vékony valami a bélnyálka hártya, egy molekula réteg vastagságú, és ha az kilukad, ott kezdődnek a problémák, amikor idegen anyagok a bélfalon keresztül kijutnak a keringési rendszerbe, mert az maga az autoimmun betegségek, amikor az immunrendszer megtámadja azokat az anyagokat, amik a bélrendszeren kívülre kerültek, és hát ott sok probléma van. Tehát ott kezdődnek az elhízás, a májnak a túlságos leterhelése, a vérnyomás, a cukor, az agy, a ködös agy, az Alzheimer, a Parkinson, ezekről már mind-mind kimutatták, hogy egyértelmű összefüggésben vannak a bélflóra jóságával. Igen, és hát természetesen nem csak a mentális betegségeink, hanem a mondjuk a szívinfarktustól kezdve a rákig, minden Lilla. Összefügg a bélflórával. Lilla akart valamit mondani. Kérdezni szerettem volna a doktor úrtól, hogy milyen arányban kell bevinni a szervezetünkben fermentált ételeket, és milyen ütemezésben, tehát hogyha valaki most nézi az adásunkat, azt mondja, hogy oké, akkor holnaptól én beépítem az étkezésembe. Milyen arányú legyen, mennyivel kezdjük, mi az egészséges, meddig kell eljutni, hány százaléka legyen fermentált étel az egyáltalán elfogyasztott ételeinknek? Hát most úgy kapásból azt mondanám, hogy ezt nem nagyon lehet túladagolni. A szervezet ezt szabályozza, de nem is sok esélyünk van rá, hogy milyen sokat bejutassunk, mert most elmegyünk egy átlag boltba. Ott ilyet nem kapsz. Mit lehet kapni ott fermentált dolgot? Hát a kefirt, meg a joghurtokat, illetve a hosszabb érlelésű sajtok, ugye azok is fermentáltak. Hát a kefir, azt mondom, az jó. Hogyha jó tejtől készített, azzal olyan élő flórás kefirek, azok jók. A joghurtokban már abban is van ugyan élő flóra, de az már ilyen genetikailag módosított baktériumokkal történik, meg van benne cukor is, és ez ugye a kettő együtt majdhogy nem többet árt. Tehát a natur joghurt, akkor azt mondom, az is rendben van, meg a hosszabb érlelési sajtok. De ha például nézek egy savanyú káposztát, ami a boltban van zacskóba, vagy konzervbe, hát abban már nincsen élő flóra. Mert azt tartósítószerekkel, hővel megölték a bacikat. Tehát maximum úgy tudunk hozzájutni jóféle savanyú káposztához, hogyha kimegyünk a piacra, és ott még elég sokan ezzel egy jóféle piacon azért
lehet kapni igazi élő flórát tartalmazó savanyú káposztát. Ezen kívül pedig maradnak a probiotikus készítmények, amik étrend kiegészítőként elég sok van a piacon, mert hát szerintem inkább azt mondom, hogy nem túl sok van a piacon, és azokkal lehet pótolni. Nem nagyon van ennek felső korlátja, a szervezet ezt szabályozza. Eszter, bocsánat. A gyomorsavon keresztül nagyon nehezen jutnak át bizonyos baktériumok, mert a gyomorsav kettes pH-ja már nagy részét megöli. Nehéz így, hogy nem látjuk egymást, mert ugye nincsen verbális kommunikáció köztünk, és nem látom, hogy abba hagyod, nem hagyod, tehát belekotyogok. Köszönöm szépen az engedélyt. Eszter, neked van megjegyzésed az elhangzottakhoz, vagy hozzáfűzni valód a János által elmondottakhoz? Hát két dolgot szeretnék említeni. Az egyik az, hogy a jó magyar hagyományok a múltban igencsak jól működtek az arányokat, illetően Lilla kérdésére válaszolva, mert nagyon jól tudtuk, hogy egy nehezebb ételhez a megfelelő savanyúságot hasznosítsuk. Vagy télire, az a savanyú káposzta, az a saját kis családi nagyhordóba egész télre biztosította nem csak a C-vitamin, de a rostpótlást és a megfelelő mindazon anyagok bevitelét, ami szükségeltetett ahhoz, hogy a téli vitamin szegényebb szakaszt átvészeljük. Szóval tulajdonképpen nagyon sok mindent kezdtünk az utóbbi évtizedekben elhagyni, amely a múltban hasznos volt. Ez az egyik nagyon fontos üzenet, hogy térjünk vissza ezekhez a dolgokhoz, és akkor, amikor átvesszük például a nyugati konyhák úgynevezett friss saláta gondolatát, és elfelejtjük a mi savanyúságainkat, a házi készítésűeket, akkor nagy hibát követünk el. Nem beszélve arról, hogy nem véletlenül alakultak úgy, ahogy. A másik dolog, a mikrobiom kutatással kapcsolatban nagyon sok új eredmény van, és mivel én mindent az elhízás szempontjából tekintek, valóban nagyon fontos az, hogy a bél mikroflórája milyen állapotban van. Ugye a mikroorganizmusok, a vírusok, a baktériumok és a gombák aránya hogyan alakul. Nagyon sok új kutatás van arra vonatkozóan, hogyha elcsúszik egyik irányba vagy másik irányba. Például, ha sok édességgel teszi valaki, és általában elhízásban ez jellemző, akkor a gombák szaporodnak el jelentősen. A baktériumok aránya úgy szintén eltolódik. Tehát nagyon-nagyon izgalmas kérdés az, és egy megfelelő egyértelmű és jelentős táplálkozási rezsim módosításával nagyon szépen lehet alakítani mind az egészségünkön, mind pedig a testsúlyváltozás elindul, és lehet módosítani. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés, és csak azt sugározhatjuk, és terjeszthetjük a lakosságnak, hogy vissza mindahhoz, ami jó volt a múltban, és tanuljunk meg sok újdonságot, amire viszont hát ez a receptverseny is módot fog adni, hiszen a legkülönbözőbb zöldségeket, és ezt János jobban tudja, hogy mi mindent lehet. Nekem említette azt is, hogy akár citromot és a legkülönbözőbb fokhagymát. És a legkülönbözőbb dolgokat, így van. Úgyhogy erre ha egy-két minden zöldséget, minden gyümölcsöt, húst, halakat, gabonákat, ezekből mind lehet csinálni. Ugye ezt az ázsiai kultúrában megmaradt azért sokkal jobban ez az ősi hagyomány. A Korea-Japán vezetett. Kóreában a kimchi például. A kimchi, de hát amiből évi 20 kilót fogyasztanak, halakat, hol vagyunk mi ehhez? Azért gabonával együtt szokták fermentálni, mert a gabona lebontásából keletkezik a tejsav, és a tejsav tartósítja a halat is. Tehát még a húsok tartósításában is a fermentálás volt régen, nem volt hűtőszekrény, ugye valahogy meg kell oldani. Te szoktál fermentálni, János? Igen, én csináltam egy laborkonyhát, hát amennyi időm van, nem túl sok, de azért mindig próbálkozom ezt, azt látok a boltba, akkor megnézem, megpróbálom,
Az szokott sikerülni azért, de tulajdonképpen ehhez nagyon nem is kell érteni. Be kell tartani azokat a szabályokat, hogy tiszta víz, tehát felforró vizet visszahűtön, megfelelő mennyiségű só, ha lehet bio termékeket, de legyen növényvédőszer, meg ne klóros vizet használjunk, mert az a baktériumokat megöli, nem engedi őket szaporodni. Tehát egy-két ilyen alap dolgot betartunk, ez nagyon egyszerű dolog, nagyon olcsó és nagyon egyszerű. Ugye végül is nem véletlenül választottuk azt a címet ennek a receptversenynek, hogy fermentálással a hosszú életért, mert igen, hogy éppen a B-flóránkon és a mikrobiomon keresztül az egészséges táplálkozás meg az immunrendszer erősítése, hogy a fenében ne függjen össze a hosszú élettel. Igen. Ez így pontosan így van. Ugye erről csináltunk műsort is. Most már is kiderült, hát nyilván sok minden más is közrejátszik, de ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés a B-flóra fiatalságának a megőrzése. Lilla. Én teli vagyok kérdéssel, bocsánat. Lilla, kimenjek? Igen, nem. Csak tényleg arra lennék kíváncsi, hogy ön itt beszéltünk, hogy a bérflórának milyen az állapota, és hogy lehet javítani. Egyébként a bérflórának az állapotát azt lehet vizsgálni? Igen, arra... hogy ne. Lehet. Lehet. Most már Magyarországon is van egy-két olyan központ, ahol ezt vizsgálni tudják, de egyelőre még csak úgy, hogy kiküldik a mintát Németországba. Aha. De már van egy-két olyan orvos, meg olyan centrum, akik már azokból az eredményekből tudnak is mondani dolgokat, hogy na, hát az ön bérflórája ilyen meg olyan, ez hiányzik, az hiányzik. Tehát elindult ez a folyamat. Ez messze még nem tartott ahogy, tehát sokkal több ilyen, azt mondom, hogy rutinszerűvé kéne tenni ezt az orvosi körökben a bérflóra vizsgálatát. Lehet, hogy nagyon sok mindenre magyarázatot adnak. Hogy a fenében? Az biztos. János, nagyon... Nagyon-nagyon sok. Ugye ez egy 10 éve sincs, hogy ez mind egy új tudomány kezdett el viharos gyorsasággal elindulni a világba. Egy kicsit ebben mi le vagyunk maradva az igazság. Tehát mind a kutatóintézetek, mind az egyetemek, mind a hatósági vonalon egy kicsit mi most a világ élvonala után kullogunk. Nem ez szokott lenni jellemző a magyar tudományra, de ez most valahogy kimaradt. És hogyha már most ezt elmondtad, akkor azért azt fűzzük hozzá mindenféleképpen, hogy teljesen mindegy, hogy mentális betegségről beszélünk, teljesen mindegy, hogy testi betegségről, tehát hogy én most a szkizofréniát vagy a depressziót hozom fel példaként, vagy a szívinfarktust vagy a rákot, minden áldott esetben a bélflóra egyensúlyának a felborulása a ludas, és minden esetben meg tudják találni azokat a baktériumokat, amelyek azt az adott betegséget jelzik. Tehát ezek már a legújabb tudományos eredmények, ugye? Igen, így van, így van. Minden évben van valahol a világban egy ilyen probiotikus világkonferencia. Én, hát sajnos a COVID miatt nem volt mostan. Nem volt mostanában. Igen, de amikor utoljára voltam, hát én szomorúan tapasztaltam, hogy én voltam ott egyedül magyar. Hát ez nem jó, de talán majd ez változik, és akkor nálunk is elindul ez, mert ezt nem lehet kihagyni, hát sem az orvosi gyakorlatból, sem az életmódunkból, hogy a mai világban olyan sok probléma éri a B-flórát, ami kinyírja a B-flórát, hogy ezt muszáj regenerálni, és ezt meg kell tanulni, hogy hogyan kell csinálni, mert ez nagyon egyszerű. Legyen úgy, és én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és hogy azért sikerült legalább telefonon keresztül bekapcsolni téged, úgyhogy akkor elköszönünk tőled, szervusz János. És a többiektől pedig, akik itt ülnek a stúdióban, illetve Esztertől, azért csak megkérdezem, hogy egy eléggé csapongó beszélgetés lett ebből, bár azért volt valami logikája, mert mégiscsak felfűztük oda és arra, hogy most nekünk a legnagyobb feladatunk mindenkinek az immunrendszerünk erősítése, és hogy ebben azért rengeteg teendőnk van. Ha én azt kérdezem, és akkor így megyünk szépen körbe, hogy mi volt a számodra ennek a beszélgetésnek a tanulsága, Lilla, akkor mit mondasz? Hát az, hogy abszolút egészségtelenül élek. Mert sem a táplálkozásommal, sem,
sem a rendszerességével, sem a minőségével annyira nem foglalkozom. És hát ez sok mindennek lehet az oka a háttérben, bár én nem vagyok hajlamos sem az elhízásra sem egyébként. Meg még egy nagyon nagy tanúsága volt az, hogy ezen változtatni kell. Ez az egyik az, hogy a szülőknek felelősség, hogy a gyerekeknek minél több ilyen savanyított ételt adjanak. És hogy ne az édességekkel tömjük. Két-három nagyon fontos dolog volt, amire a doktor úr is fölhívta a figyelmet. Tehát az, hogy egyszerű a fermentálás, és hogyha még egyszer a végén itt elmondanád, hogy mit jelent, és hogy hogyan tudunk otthon tök egyszerűen fermentálni, így fölforraljuk a vizet, lehűtjük, sózzuk, mit teszünk bele, mi az, amit otthon, mert mindenki a sikerélményre vágyik, egy háziasszony, vagy egy fiatal ember is, és hogyha egészségesen meg akar érni, és ha valamit el tud készíteni, akkor és az jó lesz, és annak megtapasztalja utána az örömét, nem csak az egészségében, hanem az elkészítésében, meg az elfogyasztásában, akkor utána lehet, hogy rászoktatja a családját is, a gyerekét is, bár hogyha együtt készítenek el valamit. Tehát nekem ez is egy nagyon fontos dolog volt. A másik pedig, hát amit Attila rámutatott, hogy az emberek próbáljanak meg egy kicsit kedvesebbek lenni egymással, a jó oldalát nézni. Ne a rosszat keressék egymásban, hanem a jót. A bírálatokból is próbálják meg a pozitívumot erősíteni az emberekben, minden ember megerősítésre vágyik. Akiktől negatívumot kapunk, azok leszedik az energiánkat, és hogyha leszedik az energiánkat, akkor az immunrendszerük fog romlani, és ez egy ördögi kör, tehát tényleg azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, amit elkezdtetek, hogy igen, az embereknek az élete a kedélyén, a pozitívumokon keresztül is jobbá tud lenni. Attila, te jössz. Nekem egy nagyon jó visszaigazolás az, hogy az emberek igazából, hogyha van egy példamutatás számukra, vagy van egy kezdeményezés, akkor képesek és tudnak is változni. Csak meg kell mutatni azt, hogy miért lesz ez jó, és akár egy ilyen receptverseny is egy nagyon-nagyon jó része lehet, hogy akár csak olyanok is elkezdik, akik mondjuk a verseny miatt kezdik, de kipróbálják, és látják azt, hogy mennyire egyszerű, hogy mennyire gyors, és mennyi változást hoz mondjuk a mindennapjaikba. Ha ennek eredményeként úgy lesz vele, hogy ha csak minden 100-ból egy ember fogja azt mondani, hogy na, kipróbálom, megnézem, és egy pozitív érzést érez majd, az egy óriási dolog, és egy óriási változás érhető el, mert tényleg én hiszem azt, hogy szépen lassacskán, ahogy az úriember is elmondta nekünk, hogy lassan... Meg János az úriember, igen. Elmondta nekünk, hogy nagyon lassan halad Magyarország. Én ebből mindig inkább azt emelném ki, hogy elkezdődött egy folyamat végre. Mert mindenhez kell egy kezdet, hogy valahogy rálépjenek az emberek, és elkezdjék megtapasztalni azt, hogy ez miért lesz igen, jó. Igen, ez nekik. Az onnan nézem, hogy tele van a pohár, vagy félig üres a pohár. Én mindig azt gondolom, hogy miért ne lehetne mindig teljesen tele, igen. És szépen lassacskán elindultunk egy úton, aminek meg lesz majd az eredménye. És mi vagyunk azért a felelősök, hogy haladjon, vagy éppenség egy adott területér, vagy egy dologért az a személy felelős, hogy ez mindig menjen egy kicsit előre. És hiszem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés lehet arra, hogy az emberek már maga ezen a területen is egy kicsit tudatosabbak tudjanak lenni. És utána persze olyan a testmozgás, meg az ilyenek. Én sajnos nagyon hajlamos vagyok hízásra. Amikor elkezdődött a bezártságos időszak, akkor 20 kilót én úgy felszedtem magamra fél év alatt, mint a húzat. De tudom azt, hogy ha megfelelően odafigyelek a dolgaimra, a táplálkozás, vitamin, én egy hónap alatt 15 kilót olyan könnyen ledobok, mondjuk napi 4 órát edzek ezért cserébe, de tudom azt, hogy ez a szervezetemnek ez egy jó lesz. És ilyenkor rá kell nézni arra, hogyha az ember egy jó irányba halad, jó dolgokat fogyaszt, jó dolgokat cselekszik, akkor az előre fog menni a mindennapja és az élete. Eszter, itt vagy még? Igen, itt vagyok, csatlakozva mindehhez, az együttműködések kialakítását nagyon fontosnak tartanám, és erre a kezdeményezésünk, a receptversennyel, hogy nagyon sok területről próbáljuk összefogni a különböző egész más oldalról érintetteket, ez erre egy nagyon jó példa, és itt akarok kitérni arra, hogy igen, a bél mikroflórájával is folynak hazai kutatások, tehát egyetemi, experimentális, illetve klinikai kutatások vannak. Tehát, hogyha mindezen területért küzdők itt együttműködnének a különböző aspektusokból, az hasznos volna. Na most, hogy
azért abba gondoljunk bele, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk még attól, hogy megoldás kínálkozzék. Félek attól, hogy esetleg a műsor után már mindenki a saját bélflóráját szeretné vizsgáltatni. Ettől igen messze vagyunk, addig tegyük meg. Tudod, mit a műsor után fermentáljon mindenki inkább. Amiről itt szó van, az interneten nagyon sok könnyű recept van, és kezdjünk el saját magunk lépni, nem beszélve arról, hogy fontos, hogy mit, mivel fogyasztunk, mert ha csak önmagában a fermentált ételeket helyezzük most előtérbe, akkor megint az arány felbomlik, tehát az arányokra is szeretném felhívni a figyelmet, és tulajdonképpen arra, hogy hiteles forrásokat fogadjunk el. Ez az összes felvetett kérdésben azt gondolom, hogy nagyon fontos, és mi itt egyes kérdéseknek nem éppen a legnagyobb szaktekintélyei voltunk, tehát az is nagyon fontos, hogy kihez fordulunk, kihez vagyunk bizalommal. Akkor én most nagyon nagy bizalommal voltam hozzátok, hogy meghívtalak titeket ebbe a műsorba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nézőinknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy tanulsága, vagy esetleg kettő van ennek a beszélgetésnek, hogy tudnélik, valóban olyan időszakban élünk a világjárvány miatt, amikor kutya kötelességünk erősíteni az immunrendszerünket. A mai adásban a fermentálásra tettük a hangsúlyt, tehát akkor tessenek jó ötleteken, meg jó recepteken gondolkodni. A receptverseny miatt is, meg a receptversenytől függetlenül is. És hát Attila meg Lilla gondolatát továbbvéve, én azért azt mondanám, hogy legyünk pozitívak, forduljunk egymás felé, és szeressük egymás, gyerekek. Viszontlátásra! Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.